Tudni szeretném, hogy előfordulhat-e a kutyánál csontritkulás. Ha igen, akkor mit kell adni neki, hogy megelőzhessük? Köszönöm szépen, Kovács Magdus. Kedves Kovácsné Magdus, igen, előfordulhat bizonyos helyzetekben, általában azoknál a kutyusoknál fordul elő, és itt most a kölyök kutyákról beszélek elsősorban, és aztán majd menjünk a felnőtt kutyára is, de először, mert az a legfontosabb ebből a szempontból a kölyök kutyák. Tehát a kölyök kutyáknál azoknál fordul elő csontritkulás, oszteomaláciának mondjuk ezt, a felpuhulása a csontnak, akik nem kaptak elég tejet, tehát elválasztották korán az anyjuktól, vagy elpusztult az anya a szülés után, vagy a szüléskor, és a tejporral, valamilyen kiegészítő tápanyagokkal próbálják a kutyust fölnevelni. Ha ezek a kiegészítő tápanyagok, tejporok, ezek profi minőségűek, akkor olyan nagy baj nem lehet, hiszen ezeknek az összetétele nagyon jól és kvázi tudományosan van összeállítva, tehát abban megfelelő mennyiségű kálcium és egyéb anyag van, amely a csontpuhulást megelőzi, de a magunk szakállára összeállított különböző tejalapú parizerrel és mindenféle egyéb dolgot lehet hallani. Kosztoknál bizony előfordul, hogy a kálcium ellátása az nem megfelelő a kiskutyának. Hiszen a kálcium és a D-vitamin együtt mozogva fontos kelléke a kiskutyánál is, és legfőképp a kiskutyánál a csontosodásnak. Ha ezekből keveset nyújtunk, túl keveset nyújtunk, akkor előidézhetünk egy olyan helyzetet, amikor a fiatal kutyának a csontozata túlságosan puha, és ezek akár úgynevezett patológiás törést is elmehetnek, eddig is elmehetnek, tehát az azt jelenti, hogy egy nagyobb ugrás, egy nagyobb leesés, olyan helyzet, amely egyébként normálisan simán átvészelhető a kutya szempontjából, bizony az ilyen felpuhult csontozatú állatnak csonttörést okoz, ez patológiás törésnek hívjuk. Ezek általában egyiket maguktól gyógyulnak, legritkább esetben kerülnek műtéti ellátásra, de a fiatal kutyának az optimális etetésével ezek a problémák nagyon gyorsan kiküszöbölhetők, hiszen azok a mechanizmusok, amelyek a csontos beépüléssel, a csont kálcium tartalmával, a vér kálcium tartalmával kapcsolatos titer értéket határozzák meg, ugye a mellék pajzsmirigy különböző hormonjai, parathormon és egyebek. Ezek rendkívül pontosan szabályozzák ezeket a értékeket, és abban a pillanatban, hogy nyújtunk ilyen anyagokat, akkor ezeket pillanat alatt beépíti a csontba, és meggyógyul az állat. Felnőtt korban is előfordulhat a csontrendszer nek a felpuhulása, megváltozása, összetételének a megváltozása. Ezek inkább oszteoporózisok egyébként, felnőttkori oszteoporózisok. Ezekből lehet többféle is. Lehet iatrogén, az mi azt jelenti, hogy valamilyen gyógyszer okozta, ez előfordulhat. Lehet vese eredetű, amikor a vesebetegség miatt olyan anyagokat ürít az állat ki, amely megborítja azokat az nagyon jól beállított egyensúlyokat, mondjuk a kálcium és a foszfor között, és a magnézium és egyéb anyagok között, és ebből adódóan felpuhul a csontozat, megváltozik a csontozatnak az összetétele. Gumi állkapocs alakulhat ki például, gumiszerű, puha állkapocs alakulhat ki például. Spánielben ez egy viszonylag ismert kórkép vesebetegség esetén. Inaktivitás, amikor egy végtagot valamiért nem használja az állat, ilyen-olyan okokból most ebben nem menjünk bele, miért, valamiért sántít, ezt a végtagját nem használja az állat, csak lóg és nem terheli, abban a végtagban a kálcium mennyisége folyamatosan csökkenni fog, hiszen a szervezet úgy gondolkodik erről a dologról, hogy oda teszem a kálciumot, ahol erővonalak vannak, ahol erő alakul ki, ahol fizikai eredők mennek át a csonton, oda építek
csontot, oda rakom a kalciumot, ahol nincs semmiféle terhelés, nincsenek erők, amik a csontra hatnának, onnan viszont elveszem a kalciumot, mert ott az nekem, oda nem kell, hogy ott nekem kalcium legyen, az csak raktárként tekint a szervezet az ilyen csontokra, és ha szükség van, akkor onnan elveszi a csontot, csontnak a mátrix állományát adó, és a kis gerendázatságnak a nagy részét adó kalcium vegyületeket, tehát a kalciumot magyarul. Tehát felnőtt korban is több okon keresztül is kialakulhatnak csontrendszeri puhulások, elváltozások, de azért leggyakrabban fiatal kutyának a kórosan rossz etetése miatt látjuk a csont ritkulását, a csont felpuhulását leggyakrabban.